Mély politikai válságba fogja sodorni az országot, ha a parlament megszavazza a kormány elleni bizalmatlansági indítványt, hangsúlyozta Florin Kücsú. A kormányfő elmondta, van elég felelős vonatja a törvényhozásban ahhoz, hogy a kormányt ne sikerüljön megbuktatni. Florin Kücsú miniszterelnök újságírói kérdésre válaszolva elmondta, amennyiben a parlament megszavazza a szociáldemokrata párt bizalmatlansági indítványát, és ezáltal megbukik a kormány, nagyon hosszú ideig fog tartani az ügyvívő kabinet megbizatása, mert, mint fogalmazott, senkinek nincs világos terve a további lépésekről. A kormányfő azonban továbbra is bizakodó. Úgy gondolom, van a román parlamentben több mint 70 felelős törvényhozó, akik nem akarják felrobbantani az országot, amikor meg annyi jogszabály vár elfogadásra, gyakorlatba kell ültetni a helyreállítási tervet, és egy nagyon nehéz tél elébe nézünk, amikor szükség lesz a kormányra. Hogy ezután mi történik, nem lehet tudni, mert senkinek nincs konkrét terve. A PNL világosan megjelölte az irányt. A PNL-nek van egy kormányfőjelöltje, és ezzel megyünk tovább. A miniszterelnök ugyanakkor kiemelte, hogy az országos gazdasági helyreállítási terv európai tanácsi jóváhagyása után a kormánynak el kell fogadnia majd egy határozatot a dokumentum végleges formájáról. Szerinte azonban egy ügyvívő kabinetnek nem áll jogában erre rábólintani, mert az elkövetkező évek költségvetéseire is kiható programról van szó, amelyről csak teljes jogkörű kormány dönthet.